Európa legjobbja, komoly elismerést kapott a Nyíregyházi Állatpark. Turisztikai fejlesztés, kilátó és parkoló épült a tiszavasvári Fehérszik mellett. Nagykálói tárlatok, 3 kiállítással várja a látogatókat a Nagykálói Vár és Örökségvédő Alapítvány. Harmadszor minősítették Európa legjobb állatkertjének a nyíregyházi sóstózót a 250 ezer és az 500 ezer látogatószám közötti kategóriában. Az állatpark 45 állatkert közül bizonyult a legjobbnak. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió híradója. A Nyíregyházi Állatpark idei éve a látogatók számában újra kiemelkedőnek ígérkezik, a folytatás is ígéretes. A sóstózó eddigi legnagyobb beruházása a jégkorszak, amely 2024-ben nyitja meg kapuit a látogatók előtt. Anthony Sheridan független állatkerti szakértő adta át Gajdos Lászlónak, a sóstózó igazgatójának az Európa legjobb állatkertje díjat. A Nyíregyházi Állatpark az 500 ezres látogatószám alatti kategóriában kapta meg az elismerést, 2015 és 2018 után immár harmadik alkalommal. Az úgynevezett Sheridan lista minden harmadik évben frissül. Az állatparkokat a szakértő és csapata egy összetett, 100 szempontot figyelembe vevő pontozás alapján rangsorolja. Nagyon fontos a gyűjtemény minősége, tehát itt nálunk nagyon sok különleges állat van, ezt jelzi ez a díj is, hogy Európa egyik legkülönlegesebb állatgyűjteménye. Fontos, hogy hogyan tartjuk az állatokat, és nagyon fontos, hogy mit adunk át a közönségnek, tehát az oktatás, ami nagyon magas színvonalon zajlik a Nyíregyházi Állatparkban. Szintén nagy elismerés a sóstózó számára, hogy Papp Endre igazgató helyettest választották meg az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének elnökévé. Papp Endre 26 éve állatorvosként kezdte meg a munkát a Nyíregyházi Állatparkban, új feladata szerint pedig egy több mint 300 intézmény tömörítő szervezetet kell koordinálnia. A modern állatkertek tevékenysége olyan irányba fejlődik, hogy nem csak egy kiváló állattartás technológiát, állatjólétet szeretnének biztosítani, de aktívan szeretnének részt venni a kutatásban, környezeti nevelésben és az állatorvosi tudomány fejlődésében vadállatok zártéri tartása terén. Ebben a tevékenységben az EASA, mint egy szervező, központi szerepet tölt be, és az elnök feladata leginkább a nagyon divers közösség együttműködésének a koordinálása. Ez rendszeres online, illetve személyes konferencia jelenlétekkel valósul meg. Egy amszterdami irodát kell irányítani, ennek a munkáját kell kiterjeszteni az egész közösség munkájára. A sóstózó 2019-ben érte el rekord látogatottságát, akkor több mint 600 ezeren váltottak jegyet. Ezt követte a koronavírus berobbanását követő visszaesés, tavaly azonban már újra meghaladta a forgalom a 400 ezret. Idén is ez a minimum cél. Eddig nagyon jól indult a nyár. Most ez a nagy hőség nekünk nem tesz jót, de szurkolunk a fürdőnek, és hát reméljük, hogy nagyon erős évünk lesz, hát szeretnénk több mint 400 ezer látogatót fogadni. A vezetés ugyanakkor arra törekszik, a következő megmérettetéseken már a fél és 1 millió közötti kategóriában tartsák számon az állatparkot. Ehhez nagyban hozzájárulhat a sóstózó eddigi legnagyobb beruházása, a jégkorszak, amely 2024-ben nyitja meg kapuit a látogatók előtt. Fellendítené turisztikai kínálatát Tiszavasvári. Egy megyei településeket érintő pályázat segítségével épült kilátó és aszfaltozott parkoló a Fehérszik mellett. A 15 millió forintos beruházás célja, hogy bárki test közelből megfigyelhesse a terület változatos növény- és madárvilágát. Tiszavasváritól alig 5 kilométerre található a Fehérszik néven ismert, nagy kiterjedésű természetvédelmi terület. A közel 200 hektáron elterülő területet 1977-ben nyilvánították védetté, kezelője a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága. Itt ez egy kiemelten védett terület a Fehérszik. Eddig is nagyon sokan megálltak a látvány miatt, és azt szerettük volna, hogy itt legyen egy olyan hely, ahol ténylegesen szabályosan meg lehet állni, és el lehet tölteni akár egy pár percet, vagy akár órákat is a madarak és a természet megfigyelésével.
Egyes felmérések 41 különböző madárfaj fészkelését bizonyították. Ez a változatos madárvilág jelenti a terület igazi értékét. Emellett számos mocsári növény is található a területen. A Szikes-tó partjának nagy részét nádas és gyékényes társulás borítja, a legtöbbször szárazon álló területek nagy részét pedig szikpusztai gyep fedi. A tó vízháztartása, lefolyástalansága miatt teljesen időjárás függő. A mintegy 100 hektáros szikes tavat a csapadék víz és a talajvíz táplálja. Mivel a táj védett terület, a turisták is előszeretettel állnak itt meg, így indokoltá vált erre a célra egy pihenő kialakítása. Ez a Nyíri Mezőség projekt keretében épült meg, 2021-ben kaptuk meg rá a használatba vételi engedélyt, ugye egy nagy 700 millió fölüli pályázatból mi egy kis szeletet kaptunk, egy 15 millió körül került ez a kilátó és a környéknek kialakítása. A dróttal határolt területet, a parkoló részt Tiszavasvári önkormányzata kezeli. Rendszeresen kaszálja, míg a tó felőli oldalán a szomszédos telep tehenei legelhetnek, ezzel hozzájárulva a természetes ökoszisztéma fenntartásához. A fehér szik területe költési időben csak engedéllyel, költési időn kívül szabadon látogatható. Baján és Újfehértón szervez nyári gyermektáborokat a Magyar Honvédség második Vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred. A 4-4 napos turnusban összesen 100 gyermek számára biztosítják a programokat és ismertetik meg velük a katonai életformát. Baján elsősorban a lovaglás, Újfehértón pedig a sport lesz a táborok fő tematikája. Festői környezetet biztosít a gyermekek számára a Vaján található Vai Ádám Múzeum. Júniusban két turnusban rendez ezen a helyszínen nyári bentlakásos gyermektábort a Nyíregyházán állomásozó II. Vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred. Cservenyák József százados 35 perc című műsorunkban azt mondta, a 12 és 18 év közötti gyermekekkel játékos programokon keresztül ismertetik meg a katonai életformát. Vaján mi lovastábornak hívjuk, fő tematikája a lovaglás, az minden délelőtt 8-tól délig lovaglás van nekik betervezve, délután pedig a honvédséghez köthető foglalkozások, ezek alaki foglalkozások, megismerkednek az airsoft fegyverekkel, azzal tudnak lövöldözni, akadálypályán versenyezhetnek, de rendhagyó történelmi órát a múzeum által is látogathatnak, múzeumot is látogathatnak, csapatzászlót készítenek, makettokat készítenek, tehát azért elég széles körű, nem csak a honvédséghez, hanem kézügyességet is tudnak fejleszteni, de ami a legfontosabb, hogy a rendet, a szabályokat és a napi rendet azt tudjuk tartani. A rend fenntartásába beletartozik, hogy reggel 6-kor ébresztőt fújnak a szervezők, felügyelik a szobák rendjét, a mobiltelefon használatát pedig csak este engedélyezik arra az időre, amíg a gyermekek a szüleikkel beszélgetnek. Újdonság, hogy a fél éve átadott Újfehértói Honvédelmi Sportközpont is helyet biztosít két turnusnak. A Honvédség, illetve a Honvédelmi Minisztérium és a Honvédelmi Sportszövetség között van egy együttműködési megállapodás, ami keretében mi használhatjuk a Honvédelmi Sportszövetséget, Sportszövetség által fenntartott Honvédelmi Sportközpontot, Újfehértón. Ugye ez Magyarországon az elsőként megnyitott Honvédelmi Sportközpont, és ennek apropóján terveztünk oda tábort, nagyon szívesen fogadták, nagyon segítőkészek, jó kapcsolatot ápolunk a sportszövetséggel. Ez viszont sátortábor lesz. Viszont sátortábor lesz. Itt ez inkább a sportról szól. Főként judó edzéseket fognak kapni a gyerekek, illetve lövész edzéseket. A százados hozzátette, az április elejé meghirdetést követően heteken belül minden hely elkelt a táborokra. A 4-4 napos táboron összesen 100 gyermeknek biztosít nyári elfoglaltságot a Magyar Honvédség.
A megyei kórház Facebook oldalán tette közé, hogy július 1-én, azaz pénteken ünneplik a Semmelweis napot, ami az egészségügyben dolgozók számára munkaszüneti nap. Pénteken ezért intézményük valamennyi tagkórházában ügyeleti rend szerint dolgoznak a gyógyító osztályokon, a szakrendelések is szünetelnek ezen a napon, a sürgősségi betegellátás ellenben a nyíregyházi, a mátészalkai, a fehérgyarmati és a vásárosnaményi telephelyeken is folyamatosan működik. Komoly, akár kórházi kezeléssel is járó betegséget okozhatnak az elhanyagolt, nem tisztított klímák. A nagy melegben nagyon sok helyen hűtik ezekkel a berendezésekkel a hőmérsékletet. Kulcsfontosságú viszont, hogy folyamatosan ellenőriztessük szakemberrel a klímákat. Kétoldali tüdőgyulladást is okozhatnak a legionella baktériumok. Ez már az úgynevezett légiós betegség súlyos lefolyása lehet, melynek kialakulásában döntő szerepet játszanak a rosszul vagy ritkán tisztított légkondicionálók. Ezért is fontos, hogy megfelelő módon és gyakorisággal legyen takarítva a klímaszűrőrendszere. Szakember végezzel, hogyha azt akarjuk, hogy tényleg 100%-os az a készülék. Évente egyszer javasoljuk mi is a tisztítást, így gyártói garanciák függvényébe, ugye kiterjesztett garanciának kérik az évi két karbantartást, illetve ha hűtünk, fűtünk fele, ugye mostani klímák azok már hűtenek, fűtenek, akkor a két karbantartás indokolt. Ebben az esetben is mindenféleképpen szakemberrel végeztetném el, szerintem az egy szakember fog alapos munkát végezni. Klímát ma már egyre többen használnak. Szakemberek szerint az elmúlt 2-3 évben duplájára nőtt a légkondicionálók iránti kereslet. Sokan azonban a gyors hatás érdekében rosszul állítják be a kívánt hőfokot. Ezzel azonban nem csak a készülék energiahatékonysága csökken, egészségük is bánhatja, ha nem tudatosan használják a gépet. Szerintem a legjobb az, amikor a klímaberendezés főleg nagy melegben megy reggeltől estig, beállítjuk egy adott hőmérséklet 24-25 fokra, az szerintem a legideálisabb, nem engedjük felmelegedni a lakást, azzal már nagyon sok energiát tudunk spórolni, nem az, hogy a 30 fokos lakást akarjuk hirtelen egy óra alatt akár lehűteni. Ehhez is szempontjából szerintem a legjobb az, amikor nem magunkra fújhatjuk, ugye ezek a klímaberendezések egy 6-7-8-10 fokos levegőt fújnak ki magukból, az nem jó, amikor ez a hideg levegő úgy közvetlen az arcunkba vág, ugye attól később arcüreggyulladás, stb. Betegségek kialakulhatnak. Úgy kell elhelyezni a lakásba, hogy egy semleges térbe, hogy ne egy ágyjal szembe, hogy pont ránk fújja a hideget, egy irodában, egy íróasztallal szembe. Ezeket a szempontokat kell szerintem figyelembe venni maga az elhelyezésnél. Szakemberek szerint ma már az uniós szabályozásnak köszönhetően csak energiahatékony készülékek kerülhetnek a piacra. Vásárlás esetén fontos tényező a garanciaidő. Minél több időt vállal a gyártó, annál valószínűbb, hogy jó minőségű a termék. Jelenleg bruttó 270.000 forinttól már elfogadható készüléket szerelnek be a szakemberek, a költségek azonban az igények emelkedésével arányosan nőnek. Augusztus végéig 3 kiállítással várja az érdeklődőket a Nagykállói Vár és Örökségvédő Alapítvány. A Józsa András kiállítás mellett Keresztúri Sándor festőművész jubileumi tárlatát, valamint az egykori Nagykállói Főgimnázium könyvtárából fennmaradt, mintegy 3000 kötetes gyűjteményt is megtekinthetik az érdeklődők. Az újonnan kialakított helyszínen szeptembertől a Nagykállói Vár történetét bemutató tárlat nyílik majd. Józsa András kalandos és színes életéről mesélnek ezek a tárgyak. Az emlékszoba a nyíregyházi Józsa András Múzeumból költözött a Nagykállói Vár és Örökségvédő Alapítvány belvárosi kiállító termébe. Józsa igazi polihisztor volt, nagy tudású orvos és a magyar régészet jelentős személyisége, aki több szálon kötődik Nagykállóhoz. Az itt töltött évei alatt ő vette át a Korányi Frigyes által alapított kórházat, melyet 8 ágyasról 84 ágyas komoly intézménnyé fejlesztett. Gyermekei is Nagykállóban születtek. Józsa András Múzeumtól Körösfői Zsolt keresett minket, hogy mivel a múzeum bezár, és még 2,5 évre ki kell állítani a Józsa András kiállítást, ezért úgy gondolják, hogy Nagykállóban jó helye lenne. Mivel nagykállói kötődésű orvosról van szó, 20 évig Nagykállóban élt, így mi ezt örömmel fogadtuk ezt a kiállítást, és még nálunk kell 2,5 évig lennie, azután kell visszaadni a múzeumnak. Most ez áll egy Józsa András emlékszobából és a Korhányhegynek a feltárásából. Szervezetlen formában, civil kezdeményezésből jött létre a Nagykállói Vár és Örökségvédő Alapítvány. Céljuk az volt, hogy a település egykori várának történetét az utókorral is megismertessék. A város múltjának feltárását végző civilek erőfeszítéseit látva,
Az önkormányzat ezt az épületrészt adta használatba a szervezet számára. Az alapítvány 3 hónap alatt újította fel a rossz állapotú termeket, már a munkafolyamat alatt több tárlat megrendezésére is lehetőséget kaptak. Az önkormányzat részéről kerestek fel minket, hogy van egy tanári könyvtár, ami a Nagykálói Főgimnázium tanári könyvtára. Ezt a könyvtárat felajánlanák az alapítványnak, mert tulajdonképpen nem találnak helyet neki. Nem akart vele különösebben senki foglalkozni, rossz állapotú könyvek voltak bedobozolva, megtisztításra, javításra vártak, és persze könyves polcot kellett nekik készíteni. Na most ezek a könyvek láthatók a legszebb termünkben, a könyvtárteremben, ez körülbelül 3000 darabból álló könyvtár. A kiállítótér Keresztúri Sándor nagykállói festőművész 60 év a festészetben című jubileumi tárlatának is otthont ad. A tárlatok augusztus végéig még megtekinthetők a kiállítótérben. Szeptembertől ugyanez a helyszín a vár történetét mutatja majd be, az épületrész pincéjében pedig a tervek szerint börtönkiállítást is rendeznek majd. Folytatódik az országos szúnyoggyérítési program. A napokban 128 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen végez a katasztrófa védelem földi védekezést. Apró cseppekben juttatják ki az irtószert, de a permet felhő a közlekedést nem zavarja. A növényzettel erősebben borított területeken melegköt formájában permetezik a szúnyogok ellen használt készítményt. Ennél az eljárásnál az apró cseppekre bontott irtószer terjedését hő is segíti. A kezeléseket az esti órákban kezdik, és egész éjszaka végzik. Az Aqua Ese országos bajnokságban szereplő csapatai közül a gyermekkorosztályban induló együttes szerepelt a legjobban az előző szezonban. A 13-14 éves fiatalok az Alsóház A2-es csoportban a második helyen végeztek, a serdülő és az ifjúsági csapat pedig a 9. helyen zárt. A Sóstói strandon a reggeli úszáshoz készülődnek az Aqua Ese leendő vízilabdázói. Nemrég ért véget a hosszúra nyúlt idény, viszont elkezdődött a vakáció, így az egyesület 5 kiválasztó tábort tart alkalmanként 100-110 fiatal részvételével. Visszatekintve az elmúlt 10 hónapra, két csonka szezont követően a 2021-22-es bajnokság valamennyi meccsét le tudták játszani a csapatok. Az Aqua Ese elnökének elmondása szerint új otthonukban, a nyíregyházi városi úszodában minden adott a minőségi munkához, és ez már látszik is az eredményeken. Az Aqua Sport Egyesület 2004-es alapítása óta az egyik legszebb évét zárta Nyíregyházán, mert az új úszodában, hogy beköltöztünk, eredményeink is nem csak a színvonallal, amit az úszoda tudott adni nekünk, mint edzés lehetőség, hanem a játékosok által is biztosított és a szakemberek által biztosított színvonal az jelentkezett a bajnokságban. Mindenféleképpen büszkén tekintünk vissza a 2021-22-es évre, bajnoki szezonra. A gyermekcsapatunk az országos bajnokságban szerepelt a legjobban. Ők az Alsóház A2-es csoportban másodikok lettek. Ez egy nagyon szép eredmény, tudva úgy, hogy a gyerekek 2 éve fiatalabbak voltak ebben a korosztályban. Jól szerepeltek a serdülők, és kevésbé jó sajnos az ifik, mert most nagy lemorzsolódás volt a továbbtanulás miatt. Utánpótlás nevelő egyesületről lévén szó, a munka minőségének egyik mércéje az, hogy a fiatalok közül mennyien kerülnek magasabb osztályban szereplő klubokhoz. Az Aqua Ese ezen a téren sem panaszkodhat. Büszkék vagyunk azokra a gyerekekre, játékosokra, akik Nyíregyházáról elmentek és más csapatokban folytatták a pályafutásukat. Pete István Szentesen fog játszani, őt oda igazolták le, OB1-ben fog részt venni. Van 2 saját nevelési játékosunk szintén a lánykorosztályban, az U15-ben, akik Egerben fogják folytatni, a Potor Petra és az Urbin Zsófi. És még sorolhatnám a neveket, most van olyan játékosunk, aki pont mai nap Amerikában játszik egy nyári bajnokságban, és ott egy szuperligában a második volt a hétvégén. És hát büszkén tekintünk erre vissza, hogy innen indultak ezek a játékosok, és van olyan jövőkép előttük, amiket mi a példaképek közelről rendezvényel is szoktunk erősíteni bennük. Már korábban felmerült, hogy ősztől az OB2-ben felnőtt csapatot indít az egyesület, egyelőre lekerült a napirendről a kérdés. A felkészülést augusztus 8-án kezdik majd el az országos bajnokságban szereplő csapatok. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban.
Harmadszor minősítették Európa legjobb állatkertjének a nyíregyházi sóstózót a 250 ezer és az 500 ezer látogatószám közötti kategóriában. Az állatpark 45 állatkert közül bizonyult a legjobbnak, a nyíregyházi állatpark idei éve a látogatók számában újra kiemelkedőnek ígérkezik. A folytatás is ígéretes, a sóstózó eddigi legnagyobb beruházása a jégkorszak, amely 2024-ben nyitja meg kapuit a látogatók előtt. Fellendíteni turisztikai kínálatát tiszavasvári, egy megyei településeket érintő pályázat segítségével épült kilátó és aszfaltozott parkoló a Fehérszik mellett. A 15 millió forintos beruházás célja, hogy bárki test közelből megfigyelhesse a terület változatos növény- és madárvilágát. Augusztus végéig három kiállítással várja az érdeklődőket a Nagykállói Vár és Örökségvédő Alapítvány. A Józsa András kiállítás mellett Keresztúri Sándor festőművész jubileumi tárlatát, valamint az egykori Nagykállói Főgimnázium könyvtárából fennmaradt, mintegy 3000 kötetes gyűjteményt is megtekinthetik az érdeklődők. Az újonnan kialakított helyszínen szeptembertől a Nagykállói Vár történetét bemutató tárlat nyílik majd. Június 29-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, csütörtökön este ismét várjuk majd Önöket a megye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Szerda éjszaka borult idő várható, de eső nem lesz, a hőmérséklet 21-26 fok között alakul. Csütörtökön napközben folytatódik a kánikula, csapadék nélkül. A délutáni csúcs hőmérséklet 28-38 fok között alakult. A hét további részében marad a nyáriasan meleg idő, 35 fok feletti délutáni csúcsokkal.